A Kelen elleni győzelem során Gombos Zsolt több kulcsemberét is kénytelen volt nélkülözni sérülés vagy eltiltás miatt. Zsámbékra viszont erős kerettel utazott a kanizsai csapat, egyedül Béli Milán hiányzott a piroskékektől. A hazaiak a 19. helyen álltak a mérkőzés előtt, és bár ősszel megnehezítették Kondor Kristófék dolgát, az esélyek egyértelműen a vendégek mellett szóltak. Az első néhány perc eseménytelensége után Szökrönyös Dániel törte meg a csendet, ám hiába cselezte ki már a kapust is, nem tudott gólt szerezni. Ami nem jött össze a vendégek 13-asának, azt megtette a csapatkapitány, Kovalovszki Máté egy szögletet követően megszerezte a kanizsaiak vezető találatát. Kondor visszatette, Szabó. Gól! 1-0-ra vezet a nagy kanizsa! A vendégcsapat mezőnyfölényben futballozott, amely a 30. percben újabb góllá érett, akkor Kószás Krisztián élesztőkből leadott lövése talált utat Terjék Ármin kapujába. A 33. percben egy kapu előtti kavarodást követően Szilágyi Adrián is bevette a kaput, ám a szélső találatát nem adták meg, mert a labda már elhagyta a játékteret a partjelző szerint. A szünetig nem változott a játékképe, Lőrinc Bence és társai több lehetőséget is kidolgoztak, amelyek azonban nem változtattak az eredményen. A fordulást követően is maradt a kanizsai dominancia, és Lőrinc Bence egy mintaszerű támadást követően az 57. percben eldöntötte a mérkőzést. És na most akkor onnan egy szép beadás kellene. Ott van a harmadik! Ott van a harmadik kanizsai gól, Lőrinc Bence! Gombos Zsolt 3 gólos vezetésnél cserélte be Török Milánt és János Norbertet. Utóbbi játékos főszerepet játszott a 4. nagy kanizsai gólban, amit ismét Lőrinc szerzett. János felé szállt a labda, János. Ezt szépen csinálta János, és akkor ott van a 4. A zsámbékiak legnagyobb lehetőségére 74 percet kellett várni. Borsi Bence azonban bravúrral védte Monori Norbert fejesét. A hajrában nem igazán forogtak már veszélyben a kapuk, így a kanizsaiak magabiztos győzelemmel zárták a találkozót. A héten 2 fordulót is rendeznek az MB3 nyugati csoportjában, így a kanizsaiak célja volt, hogy sérülés, valamint eltiltás nélkül abszolválják a vasárnapi találkozót. Gombos Zsolt vezetőedző stábunknak elárulta, 2 játékost is azért kellett lecserélni, mert rúgást kaptak a lábukra, ám úgy tűnik, nem történt komolyabb probléma. Hál' Isten nem izomsérülés, hanem rúgás, illetve stopli lábfejre kapott rúgást a Zsazsa is, illetve a másik játékosom is. Nem tudom, hogy 3 nap alatt rendbe tudja hozni őket a Marian, vagy valaki, aki ebbe tud segíteni, de hát remélem, hogy ők rendelkezésre fognak állni. De mondom, a fontos az, hogy nincs izomsérülésünk, de hát ez volt a 3-as etapban az első mérkőzés, tehát furcsa lenne, hogyha ezen már kidőlnének játékosok. Mivel a Mór győzött Budaörsön, így a Zsámbék visszaesett az utolsó helyre a tabellán. Bodó László, a hazaiak technikai vezetője kiemelte, csapata tanulni érkezett az MB3-ba, így minden meccs után igyekeznek leszűrni a megfelelő konklúziót. Más célokért küzd a két csapat, mi nagyon fiatal csapat vagyunk, aki nem tud hétről hétre úgy teljesíteni. 20,8 az átlag életkor, és azért minőségben ez a két csapat óriási különbség van. Nagyon jó csapat ellen találkoztunk, ezt tudtuk is, és a kanizsa az összes hibáinkat kihasználta. Az első, én azt mondom, az első 2 gól, az nagyon könnyű gól volt, és az első kapott gólig még azt gondolom, hogy nem is játszottunk alárendelt szerepet, a 2 gól az egész mérkőzésnek megszabta. A kanizsai labdarúgók 27 fordulót követően is őrzik 3. helyüket a táblázaton. Kovalovszki Máték szerdán az Eto Akadémiát fogadják, majd vasárnap a bajnoki címért küzdő Veszprémmel mérkőznek szintén az Olajbányás stadionban.